kívánok, köszöntöm Önöket a mérlegen legújabb kiadásában. Ma Szijjártó Péter Magyarország külgazdaság és külügyminisztere Bukarest belátogatott, és egy sor miniszteri találkozón vett részt egyeztetésen egy új, felújított, jobb román-magyar kapcsolatok reményében, legalábbis ezt írta még reggeli indulásakor a Magyarországi Miniszter Facebook oldalán, hogy mi lett ennek a mai találkozó sornak a végeredménye, igazából csak este fogjuk tudni levonni a következtetéseket, hiszen műsor felvételünk ideje alatt pont nyilatkozik Szijjártó Péter, úgyhogy annak ellenére, hogy nem tudjuk a végkövetkeztetéseket, egy kicsit azt is szeretném ma itt kideríteni a mérlegen, azt hogy milyen új remények vannak a román-magyar kapcsolatok terén, mire számíthatunk, hiszen ugye december óta új kormány van Romániában is, illetve azt is megpróbálom kideríteni, hogy a magyar kormány milyen mértékben tudja támogatni az idei évben is az RD magyar vállalkozókat, hiszen ugye gazdaságfejlesztési programját már láthattuk, hogy milyen gyümölcsei voltak az előző években, de hogy tudja ezt folytatni, vagy nem, egy gazdasági válság közepette, egy, karanténjár, egy, egy vírusjárvány közepette, ez is kér kérdésként merült fel sokakban, illetve azt is megtudhatjuk itt ma este a mérlegen asztalánál, hogy a proekonomika folytatja a programjainak egy részét, és egy új projektbe is belefog, mentorprogramot indít a vállalkozások számára. Hogy miről is van szó, ez kiderül itt, hiszen Kozma Mónika, a Pro elnöke a vendégem. Üdvözlöm Önt, és hát köszönöm, hogy itt van személyesen a stúdiónkban. Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves nézőket is. Kezdjük talán az aktualitásokkal. Ugye pont a beszélgetésünk alatt nyilatkozik Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági külügyminisztere. Úgy tűnik, hogy megpróbálnak ismét egy új fejezetet, reményteli új kapcsolatokat kialakítani román-magyar viszonyok terén. Mire számíthatunk? Mi az eddigi tapasztalat? Ugye december óta felállt ez az új kormány. Komplex a kérdés. Én azt gondolom, hogy amennyit így a magam szemszögéből vagy rálátásából leszűrtem az eddigiekben, két fontos előremozdulást látok. Egyrészt azt, hogy lévén, hogy az RMDS kormányom van, és egy, egyfajta híd szerepet tud betölteni az erdélyi magyar közösség hangjaként és a, a magyarországi kormány hangjaként egyben Bukarestben, így talán egy pici előremozdulás már látható volt az eddigiekben is, illetve a másik a, a fontos elmozdulás, amit egyértelműen látok, hogy a végre megfogalmazódott Romániában az a fajta következtetés, hogy a gazdasági érdeke az országnak az előrébb való, ezért uh, talán elindulnak abba az irányba, hogy a, a, a partnerországokat keresve, akár a szomszédos országok közül, uh, Románia kormánya is nyitott lesz arra, hogy a gazdasági érdekek mentén folytasson tárgyalásokat ugye a szomszédos országokkal. Elnézést, ezt miben látja ön, hogy Romániában is végre megfogalmazódott az, hogy a gazdasági prioritásokat tényleg előre helyezzük? Én azt gondolom, hogy a mostani új fejlesztési stratégiában, ugye ez a bizonyos gazdasági újraindítási terv, amit letett a kormány az asztalra, és amit Brüsszel jóváhagyott, sok, sok olyan prioritás került megfogalmazása, amit önállóan az ország nem fog tudni, akár az energetika terén, akár a környezetvédelem terén nem fog tudni megvalósítani. Minden értelemben szüksége van a környező, szomszédos országokra, főleg környezetvédelmi ö, ö, problémákat, hogyha itt látjuk, nap, mint hogy mennyi probléma van. Hogyha ezeket veszük, akkor, akkor muszáj az együttműködésre törekednie. És én úgy érzem, hogy ez az együttműködési készség, ez erősödik. Remélem, hogy így is marad. Azért is kérdés az együttműködés, illetve a gazdaság és ennek az összefonódása, mert az elmúlt években azt tapasztaltuk, akár a proekonomika alapítvány tevékenységét is befolyásolva, hogy a román kormány különböző szereplői, annak függvényében ugye, hogy épp ki volt kormányon, nem tetszésüket fejezték ki, illetve hát volt olyan is, aki, aki nem tette szóvá, de annyira nem szerették azt, hogy a magyar kormány ö, célzottan az erdélyi magyar vállalkozásokat, az erdélyi vállalkozásokat támogatta és támogatni akarja. Hogy állhat ez most egy új felállásban? Én azt gondolom, hogy meggyőző volt a, akár az elmúlt évünk is, vagy az elmúlt három év működése az alapítványnak, hiszen mostanra már statisztikai adatokkal tudjuk igazolni, hogy ez a bizonyos gazdaságfejlesztési program, amelyet ugye magyar kormány forrásokból támogatnak, milyen gazdasági haszonnal járt a befogadó ország, tehát Románia tekintetében. Egyértelműen, számszerűsíthetően látjuk azokat a sok millió eurónyi áfa bevételt, akár egyéb adó és járulékoknak a növekedését azokban a megyékben, ahol a gazdaságfejlesztés során a vállalkozók ugye többet fizettek be az államkasszába. Na jó, elnézést, akkor és... számokról is, mert az emberek biztos, hogy itt sokkal könnyebben megértik. Hány vállalkozást sikerült mondjuk 2020-ban támogatni, és ebből mi az az összeg például, ami a román államkasszába landolt egyértelműen? Hát a, talán a legegyszerűbb szám az, ugye, hogyha arról beszélek, amit mindenki ismer, ez az úgynevezett mezőgazdasági de minimis Programunk, ahol mintegy 5000 pályázó kapott 15 ezer eurónyi támogatást az alapítványtól, és ennek a, a támogatásnak, meg a mellé kifizetett önrésznek az összes áfa vonzata az több mint 10 millió euró volt, amelybe folyt a, a román állam pénztárába gyakorlatilag. És itt még csak az áfa vonzatról beszéltem, nem beszéltem arról, hogy azon mintegy 400 forgalmazó cég, akik eladták ezeket az eszközöket, állatokat, amelyek a pályázók megvásároltak, azok munkahelyeket tartottak, fent járulékokat fizettek, profitot generáltak maguknak ezen program során hiszen ebben a programban azért ki kell mondani, majdnem 20 milliárd forintnyi összekerült kihelyezésre. És azért mondom, mert nagyjából a 2020 év az ugye erről a Székelyföldi de Minimis programról szólt, de azért ne felejtsük el, hogy futnak összesen 53 olyan nagy beruházás, mezőgazdasági nagy beruházás, ahol akár 7 millió euró is lehet a támogatás értéke, vagy annyit fogunk a végső soron támogatásként nyújtani. Tehát én azt gondolom, hogy nem, ha nem is egy, egy, konkrét számot mondok, de több tízmillió eurónyi áfaérték és adó vonzata van annak a, a, fejlesztési programnak, amelyet már kifizetésre került, és amelynek során befolyt ez a, az államkasszába. Tehát ez, azt hiszem, remélem, hogy egyfajta ébresztő volt a, a román politikumnak is, hogy egyszerűen értelmetlen és teljesen irracionális szembe menni egy ilyen típusú fejlesztési programmal, hiszen önmagának okoz rosszat. Ha jól emlékszem, hiszem akkor tavaly év közepén, talán májusban volt egy ilyen nyilatkozat külügyminisztérium szintjéről, hogy hát rendben van, de legyen erről egy írásos formátum egyesség a két ország között, és a teljes átláthatóság és, és esélyegyenlőség jegyében ez fogalmazódjon meg. Született ilyen fajta írásos megállapodás? Nem, vagy még nem, fogalmazzak így. Én továbbra is hiszek azoknak a nemzetközi jogászoknak, akik mindig felügyelik a munkánkat és segítenek a különböző programok indításánál, akik váltig állítják, hogy nincs szükség gyakorlatilag az ilyen típusú programok lebonyolításához egy, egy kétoldalú bilaterális megállapodás aláírására, hiszen ezt, ezt leszabályozzák az Európai Uniós direktívák ezeknek a pályázatoknak a folyamatait. Én nem hiszem, hogy a transzparencia az abban áll, hogy aláírunk -e egy ilyen típusú kétoldalú megállapodást, hiszen aláírt megállapodás nagyon sok van a román kormány, asztalán is mégsem működik. Mi a transzparenciára inkább úgy törekszünk, hogy mindig minden programot nyilvánosságra hozunk, jó előre meghirdetjük, ugye online felületen lehet pályázni, tehát ott tényleg a román, nem. Román, magyar nyelven is közé van. Így van, téven. mindkét nyelven elérhető a felület, és bár nincs ilyen statisztikánk, de azért a különböző találkozóink során egyértelműen uh, látjuk és tudjuk, hogy uh, nem csak magyar ajkú vannak, és, és, nagyon elégedett román ajkú is vannak. Tehát ez a diszkrimináció és transzparencia uh, megkérdőjelezése szerintem csak egy politikai lózunk volt, ami egy a tavalyi választási kampány évben nagyon jól hangzott. Tehát ugye szinte egy éve hang hangzott ez el. Uh, most akkor mondhatjuk azt, hogy Sziártó Péter jelenlétével ma Bukarestbe uh, ha ez nincs ismételten kimondva, akkor úgymond tiszta vizet öntve a pohárba egyértelmű az, hogy a magyar kormány folytathatja nyugodtan a gazdaságfejlesztő támogatási projektjeit a proekonomikán keresztül. Én azt tudom, ma mi a mi asztalunkon lévő terv, és az egyértelműen az, hogy mi folytatjuk ezt a munkát idén, befejezzük a már elkezdett projekteknek az elszámolását, vagy lezárjuk, illetve terveink szerint ugye tovább mennénk egy másik régióba egy hasonló. Tehát ugye azt mondjuk a van. hogy van Hargita Kovászna-Maros vihar? Tehát mi gyakorlatilag négy nagy térségre osztottuk fel Erdély 16 megyéjét magába foglalva ezt a fejlesztési térséget, és azt mondtuk, hogy Hargita Kovász, a Maros, a Székelyföldi térség, a Párciumi térség, az három megye, Bihar, már Szilágy, tehát nem a, 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 történelmi Párciumról beszélünk. Közép Erdély az ugye egyértelműen a Kolozs megye és a hozzátartozó Szorvány térség, és a Bánság lenne a, a másik vidék, és a végső soron a mi tervünk az az, és még eddig mindig megerősítést kaptunk a magyar kormány részéről is, hogy ebben a tervünkben támogatnak, hogy minden egyes térségbe jusson el ez a fajta gazdaságfejlesztési program, nyilván fokozatosan, és nyilván a 2020-as év kapcsán egy picit csúszással, hiszen a tavalyi járványhelyzet az nem segítette annyira a munkánkat, de én a mi terveinkről beszélve azt tudom mondani, hogy mi továbbra is ugyanúgy tervezzük, hogy minden térségbe eljutnak ezek a programok. És akkor én mi a prioritás az idei évben? Ugye Érintette nyilván a mezőgazdasági vállalkozások terén működő kis vállalkozókat is ez a, a tavalyi év, a leállás, de hogy, hogy mire lehet idén hangsúlyt fektetni, és milyen térségben. Ugye a tavalyi évünk az, én nagyon büszke vagyok, ezt mindig elmondom a kollégáimra, mert egy nagyon különleges év volt a, 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 nem csak nekünk, hanem minden egyes munkavállaló számára, hiszen nem tudtunk találkozni, nem ugyanolyan volt a munkavégzés. Ennek ellenére tudtuk tartani az ütemtervet, és ahhoz az ütemtervhez igazodva, amit még a járvány előtt kialakítottunk magunknak, mind az 5000 pályázót idére kifizettük, és az, az összes adminisztratív tevékenységet, ami ezzel a, a nagy volumenű programmal járt időben be tudtuk fejezni a tavalyi évben. Ami idénre csúszott át, az a helyszíni ellenőrzések. A mintegy 5000 pályázatból most már 1500 helyszínen jártak a kollégáim székelyföldszerte, és ez egy folyamatos munka, tehát minden egyes pályázatot le fogunk ellenőrizni. Illetve, ahogy említettem, ugye van két nagy kategóriánk, ahol még zajlanak a szerződés, aláírások és a pályázatoknak a kivitelezése. Az egyik az az úgynevezett mezőgazdasági nagy beruházási pályázati kategória, ahol 53 aláírt támogatási szerződésünk van, ami szintén 20 milliárd forint körüli összekihelyezés jelenti, és ahol most már azt tudjuk mondani, hogy tíz befejezett beruházás van, köztük olyan érdekességek, hogyha itt nagyon gyorsan mondhatom, hogy például lebomló műanyag zacskókat gyártanak a Hargita megyében egy cég, ami teljesen a bio alapanyagból, növényi alapanyagból készül legyártása, de arra is büszkék vagyunk, hogy az első magyar tulajdonban lévő burgonya a az székelyföldön a mi támogatásunkkal fog létrejönni. Tudni Visszaállítjuk a, a, a régi tejporgyárat a maga fényében remetén, ahogy az ahogy eddig is működött. És még sok-sok olyan beruházás van, beszélhetünk itt nagyobb krumpli vagy egyéb feldolgozásáról, silókról, ami nagyon érdekes, nagyon hasznos és nagyon hiánypótló a térségben. És ugye nem utolsó sorban a másik fontos kategóriánk a turisztikai fejlesztések ahol 14 jóváhagyott pályázatunk van. Ebből három támogatási szerződést aláírtunk, és most a hetekben fogjuk véglegesíteni a továbbiakat, és gyakorlatilag 14 olyan nagy szálloda fog megépülni Székelyföldön a támogatásunkkal, amelyek szintén hiánypótlóak lesznek, hiszen négy-öt csillagos szállodákról beszélünk, többek között Szovátán, Borszéken, Marosvásárhelyen, Gyergyőszent Miklóson, Sepsiszentgyörgyön, Tusnádfürdön, tehát sok-sok olyan helyszínen, ami turisztikai szempontból kiemeltnek számít. Tehát nagyjából ezek az idei terveink. Lesz-e új kírás idén? Új terület, új kírás? Az új területén azt gondolom, hogy lesz, tehát mindenképpen szándékunkban áll a következő térséget megcélozni, és akkor a határmenti térségben is elindítani ezt a, ezt a gazdaságfejlesztési programot illetve a tavalyi évben újra nyitottuk, hogyha fogalmazhatok így a maradvány érték terhére ezt a bizonyos mezőgazdasági a nagyberuházási kategóriánkat, és ott ismét több mint 50 beérkezett pályázatunk van. Tehát egy folyamatos munkavégzés van az alapítványnál, és mindezek mellett az idei egyik fő célunk az az, hogy egyfajta Kovászként, hogyha fogalmazhatok így, próbáljunk meg egy úgynevezett Kárpát-Medencei online platformot létrehozni, amely egy olyan agrár online kereskedelmi központja lehet, vagy ilyen tömörítő platformja. A, a térségben működő mezőgazdasággal foglalkozó cégeknek is, akár magánszemélyeknek is, ahol a legkisebb termelőtől a legnagyobb feldolgozóig gyakorlatilag látni fogják egymást ezen az online platformon, és kereskedni is tudnak egymással. Én hiszek abban, vagy tudom, látom, hogy ez a jövő, tehát hogy át kell tennünk az online térbe is részben az aktivitást, és nagyon nagy szükség van egy ilyen, egy ilyen platformra, úgyhogy szeretnénk ezt létrehozni, mert ezzel a következő 5-10 évre meg tudjuk határozni az itteni vállalkozások sikerét akár. Azért is nagyon nagy kérdés sokunk számára, hogy az idei összegek mekkorák, és, és milyen tervek vannak, mert ugye azt láttuk a tavaly, hogy, hogy pár hónapig leálltak, a, hát a támogatások nem tudták azt, hogy akkor ezt milyen időre túlják ki, mind a román, mind a magyar, mind pedig európai szinten is. Mennyire biztos az, hogy ezek az idei összegek, megegyezett összegek, tervek meg tudnak valósulni? Én tulajdonképpen mindaz, amit itt eddig felsoroltam, ez erre vonatkozóan már rendelkezünk támogatási szerződéssel. Úgy értem, hogy az alapítványnál vannak azok a, a, a keretek, amelynek a terhére ezeket a programokat le tudjuk bonyolítani. Tehát ilyen értelemben nem kérdéses számomra, hiszen az eddigi három év az bizonyította, hogy a szerződéses kereteket a, a támogató partnerünk, tehát a Külgazdaság és Külügyminisztérium Magyarországon az minden esetben betartotta. Tehát mindezen tervekre a költségvetésünk az már biztosított, úgyhogy én bízom abban, hogy most már csak tényleg a munkát kell elvégezni. Egy fontos programról még mindenképp beszélnünk kell, és hát ugye a, a vállalkozók támogatását célozza meg ez is, ahogy ön elmondta, hogy egy online tér, lehetőséget kapni, de nem csak online térben, hanem akár személyesen is, és szakmai segítséget kapni az erdélyi vállalkozóknak. Egy mentorprogramot indítanak idén, ha jól tudom, és hát még a jelentkezési határidőben benne vagyunk, úgyhogy szerintem érdemes nyílt szemekkel és fülekkel figyelni erre a programra. Miről is szól ez? A Nemzetpolitikai Államtitkárság a magyar kormány keretében működő Nemzetpolitikai Államtitkárság kezdeményezése gyakorlatilag ez a program. A Design Terminál innovatív szakértői csapat szakmai irányításával, akik a vajdasági térségben már lefolytattak közösen egy hasonló programot nagyon nagy sikerrel, és egy nagyon merészet álmodtunk, hogy akkor ezt tegyük át erdélyi léptékre is, ugye azért ezt érdemes megemlíteni, hogy amikor erdélyről beszél Élünk, akkor nagyjából Románia 16 magyar lakta megyéjéről beszélünk Erdély kifejezés alatt, és ez egy elég nagy térség. Mi megpróbáltunk egy úgynevezett adatbázist felépíteni, hogy kik azok, akiket megszólítanánk. Tekintettel arra, hogy a program nyelve magyar, ezért egyértelműen a magyar tulajdonban lévő vállalkozások a célzott személyek, vagy a tulajdonosok a célzott személyei ennek a mentorprogramnak, és most már nagyjából 143 olyan magyar tulajdonban lévő cégnél tartunk, akiket elértünk, megszólítottuk és megpróbáltuk ezt a programot ismertetni velük. A mentorprogram lényege, hogyha ezt a kovász kifejezést ide visszahozhatom egy picit a beszélgetésbe akkor egyfajta közösségépítés lenne. Azt szeretnénk elérni, hogy tudjanak egymásról az erdélyi magyar vállalkozók, hogy a Brassói ismerje meg a Nagyváradit, és a Fehér megyei is tudjon mondjuk egy Hargita megyeivel együttműködni, hiszen sok esetben a sikerük az akár ezen is múlhat, hiszen hogyha ez a fajta ismerettség létrejön, ha tudnak egymásról, akkor vállalkozási érte, vagy a vállalkozásaik sikerességei szempontjából is egy olyan kapcsolatot tudnak kiépíteni, ahol ugye hosszú távon tudnak együtt dolgozni. És a mentor program keretében szeretnénk úgynevezett szakmai előadásokat hozni. Egyrészt a mentorok képzése fog megtörténni, hiszen azt gondoljuk, hogy hiába van mondjuk egy cégvezetőnek akár 20 éves tapasztalata, még biztos van olyan szakmai terület, ahol szívesen fogadunk. Tehát a mentorokat a új... és a mentoráltakat is külön... És egyben is. Így van. Tehát először a mentorokat, majd később a mentoráltakat képeznénk, és későbbi fázisban a mentorokat és a mentoráltakat az adott szakmai területnek megfelelően összepárosítanánk, ahol már egymástól tudnának tanulni egy szakmai vezető segítségével, és a, a legvégén, hogyha minden jól megy és tartani tudjuk az ütemtervet, akkor nyár végére a, nagyjából lenne egy olyan összesített konklúziónk, hogyha fogalmazhatok így, ahol majd el tudjuk mondani akár egy gála keretében, hogyha ezt a járványhelyzet megengedi, hogy melyek azok a számszerű adatok, amik, amik ennek a tapasztalat cserének az eredményeként kommunikálhatóak. Itt egyébként én nagyon leegyszerűsítve arra gondolok, hogyha például egy nagyon jól menő pékipari vállalkozás a mentor, és mondjuk egy induló kis a mentorált, akkor el tudom képzelni, hogy ők a tapaszt alacsere folytán, akár egy hosszú távú együttműködést is ki tudnak alakítani, és egy olyan beszállítójává válik a nagy vállalkozásnak a kisebb induló, ami meghatározhatja az induló vállalkozásnak a jövőjét hosszú időre. Tehát, hogy nagyjából ezt szeretnénk létrehozni, és természetesen egy olyan tudásanyagot átadni a szakmai előadások során, amit mindenki hasznosíthat a jövőben. Ugye lehet jelentkezni kezdő kis vállalkozóként de... Mentorként is lehet jelentkezni, illetve rámentem erre az online felületű kitöltendő űrlapra is, és hogy nagyon nem tiszta egyelőre, vagy legalábbis számomra nem, hogy ez csak bizonyos területekre, vagy bármilyen területen működő és tevékenykedő vállalkozás számára érdekes lehet. Tehát, hogy mennyire kell ezt, vagy, vagy fogják ezt önök így, így le, lekorlátozni mert ugye, ahogy ön is mondta, a vállalkozások nagyon sokszínűek, tehát hogy lehet egy pékség, de lehet egy gyerektevékenységet működtető kis családi vállalkozás is, aki jelentkezhet. Mennyire lehet ezt összehangolni? Szeretnénk összehangolni, minden vállalkozás bármilyen típusú tevékenységet is folytasson, minden esetben fogunk találni szerintem közös nevezőt. Én itt az első listáimat épp elhoztam, és valóban nagyon sok színűek, a jelenleg beregisztráltak nagyon sok színű palettát mutatnak és én pont ebben látom az izgalmát, hogyha mondhatom így ennek a programnak, hiszen meg kell találnunk azokat a párosításokat, ahol lehet, hogy nem is feltétlenül egy adott tevékenységből jön a mentor és a mentorált, viszont van köztük olyan kapocs, ami által mindkettő fejlődni tud, Azért szükségesek ezek a kérdőívek, és majd a regisztrációs folyamat után még további kérdéseket fognak a, a szakértőink feltenni, mert szeretnénk minél inkább megérteni a céljaikat ezeknek, a, akár a, a mentor, akár a mentorált vállalkozásoknak, és azt szerint párosítani őket. Úgyhogy nincs ilyen kikötés, hogy milyen tevékenységű vállalkozás regisztrálhat, hanem mi megpróbáljuk majd azt a sokszínűséget valahogy olyan, olyan közös egy velegé varázsolni, amiben mindenki majd tanulni tud. Még egy kérdés, miért érné meg mentorként részt venni ebben? Ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát ez feladatokkal és kötelezettségekkel jár, és az idejükbe talán nem fér bele. Én azt gondolom, hogy így ránézve a listára, és jó néhányat ismerek már azok közül, akik mentorként jelentkeztek, már is látom, hogy olyan emberek jelentkeztek főként mentorként, akik mostanra értek el a, a, abba a fázisba, amikor az ember úgy érzi, hogy már van mit átadnia, illetve hogy szívesen is ad vissza a közösségnek abból a sok-sok a, a profitból, hogyha fogalmazok így, a, amelyet ő eddig felhalmozott. És ezt ebben a formában most meg tudja tenni, hiszen azzal, hogyha ő segít egy kezdő vállalkozásnak, akár a munkaidejéből rászámva, heti néhány órát, azzal már is visszajutott valamit a közösségének. Meddig lehet jelentkezni? Van egy határidő is, ha jól tudom. Így van, én arra biztatok mindenkit, hogy amennyiben lehet a következő napokban regisztráljon, mert elég nagy számú érdeklődő van, és éppen arról egyeztettünk itt a Design Terminál szakembereivel, a budapesti kollégáimmal, hogy amennyiben nagyon sokan regisztrálnak, és egyszerűen most már olyan Uh, nagy lesz a létszám, hogy nem fogjuk tudni kezelni, akkor elképzelhető, hogy egy második uh, program, uh, programot kell majd elindítani, de ehhez tudnunk kell uh, akkor, hogy mi, kik azok, akik az elsőbe, és kik azok, akik a másodikba uh, tudnának részt venni. Tehát én azt hiszem, hogy a következő napokban le fogjuk majd zárni ezt a regisztrációt, mert már tényleg nagyon Sok. sokan jelentkeztek. Na, ez, ez igazából örömhír, úgyhogy, de azért még biztattunk mindenkit, akinek <laughs> az érdeklődését most felhívtuk, hogy nézen utána regisztráljon, mert biztos, hogy segítséget kapszak mai tapasztalatokban. Hát én sok sikert és kitartást kívánok, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen én is. Köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. Igen, hogyha vállalkoztak már, vállalkozók, és van működő vállalkozásuk is, akkor nézzenek utána, érdemes részt venni ebben a mentor mentorprogramban is, akár mentorként, akár mentorátként nézenek utána, és hát tartsanak velünk jövő héten is csütörtök este itt a mérlegemben a viszontlátásra.